Pécs művészeti díját a Marosvásárhelyi Ariel Színház vendégjátéka után vehette át Samó Gábor igazgató. A néhány éve alapított Vazareli díjat a Bóbita igazgatója a hagyományos és kortárs kulturális és művészetpedagógiai nevelés során elért sikereinek, valamint Pécs kulturális értékeit erősítő művészeti tevékenységének elismeréseként kapta Őri László alpolgármestertől és Lovász István főjegyzőtől. Évek óta hagyomány, hogy minden évben a közgyűlés döntés alapján átadjuk a Vazarelli díjakat. Viktor Vazarelliről neveztük el a Város Művészeti díját. Ugye, ahogy mi ismerjük, pécsiek vásárhelyi győző, a 20. század pécsi születésű, de európai hírnévre szertett képzőművésze, festőművésze, az Oppárt egyik megalapítója. Most Samu Gábor olyan díjazottak után kapta meg a díjat, mint Tischler Ferenc szobrászművész, vagy éppen Rovó Attila nemzetközileg is neves táncpedagógus. Ezzel a díjjal szerettünk volna köszönetet mondani Samó Gábornak az elmúlt 25 évben Pécsett a kulturális életben végzett szolgálatáért, illetve azért, hogy a pécsi bábszínházat az elmúlt 2,5 évtizedben az országos bábszínjátszás élvonalába vitte. Ezt igazolja az a több mint 40 000 néző évente, ezt igazolja a több mint 4 000 bérletes és a több mint 100 előadás évente, amelyet a Bóbita Bábszínház művészei előadnak Pécsett, illetve az ország számos településén. Az idei Viktor Vazarelli díj birtokosa 25 éves sikeresen vezeti a Bóbita Bábszínházat. Samó Gábor 1984 és 1991 között a Bóbita Bábszínház bábszínésze volt, ahol jellemzően karakterszerepeket játszott, ugyanakkor több előadást is rendezett. 1994-től a Bábszínház művészeti vezetője, majd 2004 óta igazgatója. Tényleg meglepetés volt, mert csak pár nappal ezelőtt mondták meg a kollégák, hogy úgy készüljek a farsangoló hangoskodásra, hogy megkapom a várostól ezt a díjat. És ami nekem nagyon fontos, és ezt elmondtam a színpadon a díjátvételekor, hogy úgy gondolom, hogy ezzel az egész társulat munkáját is elismerik, tehát a Bóbitában történő dolgokat. Tehát számomra nagyon fontos az, hogy mindenki, aki létrehozza a produkciókat, aki egyáltalán működteti a bábszínházat, bábmúzeumot, azt érezze, hogy ezzel a díjjal az ő munkáját is elismerték. Az ünnepi farsangoló hangoskodás egy bábszínésztársuk emlékét idézi. Hang Gábor 1998-ban fiatalon halt meg. Emlékére 2006-ban alapították a Hang Gábor díjat. Minden évben más jellegű ajándék társul hozzá. Olyan, amilyen illik a kiválasztott személyiségéhez. Az idei díj ez a mikroszínpad. A kollégák készítették. Ezen kívül a társulat szavazatai alapján még sok könyvet vehetett át C. Dániel. Tulajdonképpen ezzel kifejezi a társulat a bizalmát, meg a köszönetét, hogy egyrészt eddig így dolgoztam, és köszönik szépen, illetve a jövőben is számítanak a munkámra, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Minimum egy éve kell lenni a társulat tagjának ahhoz, hogy valaki megkaphassa a Hang Gábor díjat, és tulajdonképpen általában az itt nyújtott munkája alapján ítélik meg a kollégák, vagy hát ítélik meg, ez kicsit rossz szó, adják neki a díjat. Tehát tavaly előtt kapott eszem Műhelyes kolléga díjat, régebben is, tehát hogy ez változó, hogy ki kapja meg. Most én 5 éve vagyok szerződtetve a társulatnál, úgyhogy azt érzem, hogy kellett is ennyi idő, hogy ez így hozzám kerüljön idén, és egy évig nálam legyen ez a díj, mert azért le kell tenni az asztalra egy-két dolgot, hogy a kollégák azt mondják, hogy köszönjük, akkor most már megérdemled. A Pécsi Nemzeti Színháztól való leválást követően 2004 óta önállóan működő együttes számos hazai és nemzetközi bábfesztiválon szerzett neves kitüntetést, elismerő díjat. A Bábszínház változatos programjait bábkészítő kézműves foglalkoztató, a régmúlt bábjait bemutató bábmúzeum, interaktív kézműves galéria, mesekuckó és kakaóbár is színesíti. Az igazgató újszerű kezdeményezése a Bóbita Zenebora foglalkoztató és a Csecsemő Színház is.